segíteni az anya várandóságát, a kisgyermek első napjait, heteit, hónapjait, sőt éveit. Tulajdonképp így foglalható össze a védőnők feladata. Mégis többettől. A védőnő hivatása okán belelát a család működésébe, annak mindennapjaiba. Az anya várandóságától a gyermek felnövekedéséig végigkíséri a gyermek életét. Ő az, aki rajtunk szülőkön kívül tudja, milyen volt csemeténk súlya 3 hónapos korában, mikor kezdett először szilárd ételt enni, mikor kezdett mászni, beszélni, vagy épp milyen betegségei voltak, és mikor kapott védőoltást. A hajdúböszörményi védőnői szolgálat munkatársai évtizedek óta segítenek a helyi kismamáknak és kisbabáknak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon felemelő és nagyon szép dolog az, amikor az ember akkor lehet jelen egy család mellett, vagy egy kicsit bizalmába fogadja, amikor életének a legszebb időszakát éli, mert úgy gondolom, egy kisbaba születése minden család életében egy ilyen időszak, és én tulajdonképpen lassan 40 évet tudok a hátam mögött, amióta hajdúböszörményben védőnő vagyok. Nagyon sokat változott azóta a rendszer. Nyilván azok a társadalmi gazdasági változások megkövetelték, hogy a mi ellátásunk is igazodjon ehhez, változzon, többször az egészségügyi ellátórendszert átszervezték. Alapvetően azt a jellegét, amivel indult, tehát hogy a megelőzés legyen a feladata, a mai napig megőrizte. Az elsődleges prevenció, ugye az egészségnevelés, olyan ismeretek átadása, ami arra irányul, hogy hogyan őrizhetjük meg az egészségünket. Ez kiterjed a környezetre, a táplálkozásra, a káros szenvedélyekre, és nagyon hosszan sorolhatnám ezt, de ide sorolhatjuk a védőoltásokat, ezeknek a szervezése szintén a védőnök feladata. A másodlagos prevenció pedig a betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatok végzése, illetve ha bármilyen eltérést találunk, akkor megfelelő helyre eljusson általunk kiszűrt akár kismama, akár gyerek, és hát ezt a mai napig rendeletben meghatározott keretek között végezzük. Az egészségügyi ellátórendszeren belül az alapellátás része a védőnői szolgálat, tehát minden települési önkormányzat kell, hogy működtesse. A védőnők alapvetően a várandóságtól a gyerek 18 éves koráig gondozzák a gyerekeket, illetve családokat. A területi védőnő, aki földrajzilag meghatározott területen, úgynevezett körzetben látja el a családokat 6 éves korig, illetve általános iskola megkezdéséig. A 6 éves kortól pedig a középiskolás korig, 18-19 éves korig iskolavédőnők az iskolában dolgoznak. Hogyan jutnak el a kismamák, illetve a gyerekek a védőnői szolgálat munkatársaihoz? Többnyire akkor találkozunk először, amikor a nőgyógyászati lelet birtokában a védőnői szolgálathoz irányítják a kismamát. A várandós gondozás ma több pillérre épül, a nőgyógyász szakorvos, házi orvos, védőnő, esetleg szülésznő gondozza a kismamát. A védőnő az, aki a területileg illetékes védőnő, aki kiadja a gondozási könyvet, illetve egy picit koordinálja és eligazítja a kismamát ebbe a kicsit bonyolult rendszerbe, ismerteti, hogy milyen vizsgálatok végzésére van lehetőség, melyiket milyen időpontban végezzük. A tanácsadóban vizsgálatokat végez minden egyes megjelenés alkalmával.
illetve a várandóság korához igazodóan gyakorlatilag minden kérdést meg tudunk beszélni. Ez vonatkozik az életmódra, munkavégzésre, hivatalos ügyek intézésére. Hát gyakorlatilag az a cél, hogy egészséges kisbabája szülessen az egészséges anyukának, tehát erre irányul a tevékenységünk. Felkészítsük lehetőség szerint a baba fogadására. Ez egészen eszközök kelengye beszerzésétől a lelki lehangolódásig terjed, és nagy hangsúlyt fektetünk a szoktatásra, tehát minden időszakban megbeszéljük az éppen aktuális kérdéseket. Ez történhet otthon, történhet a tanácsadóban, attól függően, hogy ki hogy szeretné. A védőnő alapvetően a feladatait a családok otthonában és a tanácsadóban látja el. A leggyakoribbak a találkozások természetesen a születés utáni 4-6 hétben, amikor valóban mindenkinek sok-sok nehézséggel meg kell küzdeni, és hát én úgy gondolom, hogyha jó kapcsolatot ápol a védőnőjével, és szeretne szakszerűen eljárni, akkor vele beszéli meg ezeket a kérdéseket, és szívesen látnak, várnak, illetve akár soron kívül is lehetőség van a találkozásra. Aztán a későbbiekben a tanácsadókban vizsgálatok végzésére is van lehetőség. Ezt rendeletek szabályozzák, hogy milyen időközönként kell megjelenni, illetve mikor milyen vizsgálatot kell végezni. Csecsemőkorban 1-3-6 hónapos és 12 hónapos korban, azt követően pedig évente. Éves szinten hány kismamát, illetve babát gondoznak? Keveset. Azzal kezdeném. Hát én úgy, amikor indultam, akkor sokhoz voltam szokva. 70-es években közel 700 gyerek, vagy kicsit több is volt időnként a hajdúköszörményben született babák száma. Most a tavalyi évben 265 kisbaba született. Ez azt jelenti, hogy 120-130-150 között van a várandós anyák létszáma. Egyébként egy védőnő 160-180, maximum 200 gyereket lát el. Ez azt jelenti, hogy egy 100-120-130 családdal tart szorosabb vagy lazább kapcsolatot. Nyilván onnantól kezdve, amikor közösségbe kerül a gyerek, ritkábban találkozunk, sokszor az éves vizsgálatok alkalmával csak, de valamilyen kapcsolatot tartunk, illetve a területi védőnő óvodába is jár, ott közegészségügyi, járványügyi feladatokat lát el. Időnként ott találkozunk a szülőkkel. Németh Gáborné védőnőként immár 25 éve segíti a helyi kismamákat és babákat. Empátia nélkül nem működik ez a munka, tehát nagyon jól megfogalmaztad, hiszen be kell egy kicsit éreznünk magunkat a szülőknek a szerepébe. Nagyon nehéz a gyermekvállalás, főleg az első gyermeknél. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a várandóság alatt már egy olyan kapcsolat kialakuljon, hogy bizalommal forduljanak hozzánk. És hogyha itt megvan alapozva a dolog, akkor a gyermek születésekor már még nyitottabbak lesznek, és még jobban előjöhetnek a problémák. Na most nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a szakmán belül maradjak, és mégis a családok igényeihez próbáljak alkalmazkodni, és véleményem szerint itt rejlik a mostani védőnőségben a nehézség, talán ezt így tudnám megfogalmazni, mert az internet ott van, az anyukák blogokat olvasnak, híreket vesznek elő, viszont a szakmaiság nem biztosan megalapozott. Tehát van egy nagyon-nagyon tájékozott réteg, akit meg kell próbálnunk így úgy irányítani, hogy azért ne is sértsen meg az önállóságában. Enough to make me feel so worthless, can't be undone, yeah, you.
amikor munkába álltam, én azt a körzetet kaptam, amelyikhez Hajdúvid is hozzátartozott, akkor a faluban még működött tanács, nagyon nagy szeretettel fogadtak, és minden segítséget igyekeztek megadni, és az lett a gyakorlat, hogyha valahova távolabbra, tanyákra kellett menni, akkor engem oda lovasszekérre vittek el. Nagy szükség volt ugye a kocsis helyismeretére, mert én egy kicsit nehezebben igazodtam ki, és akkor előre jeleztem, amikor látogattam, és úgy alakították. És egy alkalommal váratlanul költözött egy család az egyik tanyára, amelyiket én igazán nem is tudtam, hogy hol keressem. Telefonon egyeztettem, mondták, hogy nagyon természetes, megyünk, segítünk, nincs akadálya. De amikor kimentem Vidre reggel indulás előtt, láttam, hogy nagyon zavarban van mindenki, történhetett valami, és aztán mondták, hogy hát megfeledkeztek róla, hogy ma Böszörményben disznóvásár van, és hát ez a szekére elvitte a jószágokat a vásárba, úgyhogy én most oda nem tudok szekérrel menni. Viszont adnak kerékpárt, és leírják, ők pontosan biztos, hogy meg fogom találni, hogy hol van a tanya. El kell indulnom a Cégény úton, ott megyek hosszan, aztán az erdőt is elhagyjuk, akkor ott lesz egy piros cserepes tanya, és az lesz az. És hát az első meglepetés akkor ért, amikor több tanyát láttam, és mindegyiknek piros cserepe volt. A következő pedig akkor, amikor láttam, hogy ezek jó messze bent a földek közepén vannak, és bármelyik bejárón elindultam, a házőrző kutyák mindig többre értek, mint én, és hamarabb gyakorlatilag feléig se jutottam el. Aztán valaki észrevett, és a segítségemre sietett, tehát sikerült meglátogatni a pici babát, illetve a kutya se harapott meg, legalábbis akkor nem. Bár szoktuk mondani viccesen egymás között, hogy igazán védőnővé akkor válik az ember, amikor a kutyaharapást is túlélte. Hát ugye ez a területi munka, ez sajnos ezzel is együtt jár. Itt meg az utcán, hogy 20 évvel ezelőtt mit mondtam, és hogy mennyire örül neki, hogy akkor az milyen erőt adott számára. Talán egyetlen egy olyan érdekes történet van, amikor segítettem a pályafutásom elején egy anyukának, hogy egy nyílt örökbefogadás történjen, amit úgy is felfoghatunk, hogy nem is biztos, hogy olyan haj, de szép, de ennek az anyának borzalmasan nagy segítség lett, és úgy gondol véleményem szerint rám, hogy akkor mellett álltam és segítettem ebbe a nagy döntésben. Emellett persze vannak negatív emlékek is, mert egy-két alkalommal azért ki is kellett a családból gyerekeket is emelnem, de ennek is mindig oka volt. De alapban azt mondhatom el, hogy úgy gondolom, hogy azért mindenkinek jó emléke van, és örül annak, hogy akár egy tejláznál, akár egy lássidapításnál számíthat rám, és segítek neki, ha szükség van rá. The sky up with dark, but we're still shining.